Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A mai videóban meg fogunk nézni 5 olyan ijesztő videót, ami megsirat minket. Nem tudom, ezek ilyen nagyon szomorú videók lesznek-e. Sok volt mostanában a gameplay, most csinálunk néhány ilyen videót, mivel már régen néztünk hasonló videókat, szóval vágjunk is bele. Let's begin! 5. Úristen! Megint egy fedezeti kamerás felvétel? Na nézzük magát a felvételt. Tehát valami furcsa dolog történik majd. A csávó vezet. Mexikóba. Most mondani akartam, hogy ez csak az ablakon valami visszaverődés, de nem teljesen úgy tűnik. Itt mondom, biztos csak az a fény, ami ott van, odaverődik furcsa módon az üvegre. Aztán tovább megy, és ugyanazon az egy ponton marad az a furcsa fény. Vajon mi az a furcsa fény? Nem tetszik nekem. As soon as the driver rounds the corner, a large set of lights formed in a ring can be seen in the distance. UFO, gyanús. De a csávó pedig nem tudom, nem reagál semmit. Hát, UFO-k. Most már tudjuk, hogy léteznek. De hát nem tudom. Most erről a videóról mit tudnék mondani. Ott van a fény. A csávóknak nagyon semmi reakciójuk nincsen, csak videóznak. És ennyi. De amúgy igen, eléggé úgy néz ki, mintha ott valami UFO formájú valami lenne. TikTokos nő felrakott egy videót, amiben elmondja, hogy mennyire meg van rémülve. Szóval valami történt vele, miközben babysittelt egy babát. Csak próbált nyugodtan pihenni, és egy nagyon durva dolog történt. Na de mi? Azt mondta a nő, hogy az eredeti felvétel soha nem nyúlt hozzá, nem editelte meg. Full igazi. Na, nézzük ilyen szemmel. Full igazi. Nem nyúlt hozzá, én elhiszem. Igen, ott vannak a gyerekek, ott egy kis cica is. Csilleznek, megy a babysittelés. Néznek valamit a telefonon. Folyamat nézem a hátteret, meg mindent figyelek. Akkor önnyel nem látok semmit. Hopp! Volt ami furcsa hang. Repülnek le a lépcsőről valamik. Azonnal menjetek innen, menjetek be a konyhába, futás! Nem meg kéne nézni, mi történik? Na várjál! Nem tudjátok, mi gyanús? A kislánynak a fejét nézzétek, jobb oldalt. Figyeljétek. Nyilván nem az a lényeg ennek a videónak, hogy megállapítsuk, hogy igazi-e vagy se. De hogy oda néz. És hopp, egy kis csalafinta mosoly. Tehát ő vágja, hogy mi a téma. Kislány lehet vágja, hogy itt valami meg volt rendezve. Lehet, hogy ténylegesen nem volt megeditelve ez a felvétel, és ez full igazi. Na, hogy ott valaki fent állt, az lehet. Tehát ott állhat fent bárki, anélkül, hogy meg lenne editelve ez a videó, és dobálja le a zoknikat, vagy nem tudom miket. De hát felettébb érdekes. Érdekes egy felvétel ez. Én hiszek neki, hogy ez valós. Na, én elhiszem. De ez olyan, mint a kicsit unatkozott volna a két gyerekkel, és kitaláltak egy ilyet. Ez a videó Redditre volt posztolva, hogy egy csávó a kutyáját sétáltatja. Egy meleg napon. Élvezték az időt. Szóval nagyon furcsa dolog történik megint. Megint az eget kell nézzük, akkor megint valami UFO észlelés lesz. Na nézzük csak. Az megint egy ilyen ballon lenne? Az a kén ballon? Nem tudom, mivel semmit nem látok. Azt írja csávó, azt mondja a csávó. Micsoda? Nem látom. Zoomolj már rá! Úgy! Senki nincs itt. Csak én és Hiro a kutyán, gondolom. Ott van, ott repül valami az égbe. Igen. Hát nem tudom, az úgy néz ki, mint az a kém ballon. Most megmutatom, mire gondolok. Na hát így néznek ki ezek a kém ballonok. Tehát eléggé, nem tudom, hasonlít rá. Aztán lehet, hogy valami más. Most ez a videó az ilyen UFO-kból fog állni?
Mondjuk ilyen videót nem csináltam, amiben UFO-król lenne szó. Hát, amúgy más dolog nem történik ebbe a felvételbe. Ez egy drón lenne? Nem. Vagy de, tudja, hogy állsz. De ez nem UFO, nem kell parázni. Testvér, testrészem. Na nézzük a második felvétel. Az utolsó előttit. Jimena Barón. Egy színész és egy énekes Argentínából. 6 millió követő, az gyönyörű teljesítmény. Azt érezte a házab, hogy valaki megérintette. De esküszik, tehát nem volt semmi, nem látszott semmi a felvételen, de esküszik arra, hogy valami megérintette. Na mutasd, ne felejtsük el, hogy színész a csaj, szóval nehéz lesz elhinni, hogy bármi is történt volna vele. Érinteni, de... Na menj a francba, fú, de ráz a hideg most! Azt a rohadt! Ott volt egy kéz! Ezt észre se vettem eddig! Azt a rohadt! Jó. Szóval ténylegesen ott egy kéz, ami megérinti őt. Ott. Pontosan ott. Úristen! És ott van még egy, tehát így a fejét is megérintette. Na ez... Azta... És senki nincs mögötte. Ez még mindig egy megoldatlan rejtély. Hú, na ez azért volt para, mert én erre nem számítottam. Tehát azt hittem, hogy csak... Bemeséli azt, hogy valami megérintette őt, és mit tudom én, de nem. Nem lehet, hogy ez a csaj az Wednesday-be szerepel, vagy bármi, és aztán onnan vette ezeket a kezeket. Hú, na nézzük is meg az utolsót akkor. Mivel ez most... Ez kemény volt. De ez biztos semmi nem fogja überelni. This truly unnerving video was published to the popular High Strangeness subreddit, which Redditre lett feltöltve ez a videó, majd mi is fogunk nézni a reddites videókat, mert kíváncsi vagyok, mi történik ott. Megint egy TikTok profil töltötte fel eredetileg ezt a videót. Mi ez? Na jó, nézzük. Mindjárt meg tudjuk. Talán fel tudok itt venni valamit. Ajjajjajjajjajj. Oké, bármi is vagy te, el kell menned. Maradj távol ettől a helytől. Ez a mi hazánk. Ó, jó, betöltötte a sotit! Nem szorozott. Ott van valaki amúgy, aki nem látná. Vagy valami. De bízunk abban, hogy valaki. Valami hajléktalan, vagy nem tudom. Mi volt ez? Nem látok semmit. A szeme világított mondjuk. Nem tudom, az embernek nem világít az szeme a sötétbe, tudtam volna, nem? Fú. Próbálj kémkedni a csávó után, aki fel... Nem hiszem, hogy ez egy ember amúgy. Az a baj. Tehát miért lenne ott egy ember, most őszintén, akinek világít a szeme? Nem hiszem, hogy kémkedik az ember után.
Ez valami furcsa lény, aki eltévedt. Igen, reméljük, hogy a csávó kapott válaszokat a felvét és arra, hogy mi volt ott az erdőbe. Amely ott van. Mekkora világító szemei vannak, amúgy ez nem ember. Lehet, hogy egy crawler. Szóval a crawler, tehát egy ilyen kamion. Aha. Ja, Drake. Aha. Hát igen, amúgy ráhasonlított a Drake-re. Nem tudom, ezt gondolom egy creepypasta amúgy megint csak. Szóval nincs sok valóság alapja, de nézzük a fantáziánkra. Írjátok a kommentbe, hogy ti mit gondoltok erről a felvételről, illetve az összes többiről. Szerintetek igazi volt-e vagy se, illetve hogyha van valami dolog, amit hozzátennétek a felvételhez, akkor osszátok meg velem. Következő videóban pedig találkozunk, addig is jók lehetek, vigyázzatok magatokra, szevasztok!